A kórház sürgősségi osztálya ad helyet csütörtöktől a felnőtt orvosi ügyeletnek is. Itt az előtérben fogadják majd a betegeket, és itt döntik el, hogy a sürgősségi osztályon vagy az ügyeleten egy házi orvos látja majd el. A gyermekeket ide az ambulanciára várják, itt is két lehetőség lesz február 1-től, a kisbetegek vagy házi orvosi ellátásban, vagy kórházi ellátásban részesülnek. Székesfehérváron és Dunaújvárosban hétköznap délután 16 óra és másnap reggel 8 óra között lesz ügyelet, hétvégén és ünnepnapon pedig 8-tól 8-ig. Az orvosi ügyelet központi száma 18-30-ra változott. Indulás előtt ezt érdemes tárcsázni. Az ügyeleti rendszer egységesítése egy országos program része, amely azt jelenti, hogy az ellátás az önkormányzattól az államhoz, a mentőszolgálathoz kerül. Mint azt a polgármester mondta, ennek ellenére a város minden segítséget megad az ellátás zavartalan biztosításához. A feladat átkerül az államhoz, és ezt a mentőszolgálat fogja alapvetően koordinálni és szervezni a jövőben. Ez persze nem azt jelenti, hogy akár a kórház, akár pedig az önkormányzatok, itt Székesfehérvár önkormányzata is ne nyújtana minden támogatást és segítséget meg. Ez már csak azért is, hiszen itt az alapellátásra a házi orvosok is közreműködnek az ügyeleti időszak egy részének lebonyolításában. A mentőszolgálat szóvivője kiemelte, 17 vármegyében korábban már bevezették az új rendszert, és elláttak már 320 ezer beteget. A betegek elégedettek ezzel az ügyeleti rendszerrel, mindenki azt az ellátást kapja, amire igazán szüksége van. Van, akinek elegendő telefonon tanácsot adni, van, akit valamelyik telephelyen látnak el a szakembereink, és vannak olyanok, akikhez kimegyünk kocsival, ügyeleti autóval. Az egységes irányítás révén pedig, hogyha valaki életveszélyben van, akkor a helyett az ügyeletre kellene várni, azonnal mentőautó. Ügyeleti időben különösen éjszaka a 1830-as telefonszámot szükséges hívni, ahol a szakemberek a megfelelő kérdéssort követően vagy ügyeleti kocsit küldenek, vagy orvosi tanácsot adnak. Esetleg sürgős esetben azonnal mentőt küldenek a beteghez, tette hozzá a szóvivő. A székesfehérvári és dunaújvárosi ügyelet mellett a járásokban is elérhető az alapszolgáltatás. A vármegye területén 5 helyszínen lesz orvosi ügyelet, délután 4-től este 10-ig, illetve hétvégén és ünnepnapokon reggel 8-tól délután 2-ig. Ilyen lesz Mór, Bicske, Velence, Sárbogárd, illetve Enying. Nagyon fontos, hogy azok a lakosok, vármegyének azon lakosai, akiknek a lakóhelye valamelyik másik vármegye telephelyéhez közelebb esik, nyugodtan mehetnek bármelyik telephelyre. Hétköznapokon 16 és 22 óra között házi orvosi ügyelet áll rendelkezésre városunkban, hétköznapokon 22 óra után a mentőszolgálat biztosítja az ügyeletet. Életveszély esetén továbbra is a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni.